Kertes Kitti vagyok, az I.S. Gyula általános iskola 4. A-osztályos tanulója, és egy mesét fogok elmondani. Lázár Ervin, virágszemű. Abból már sok botrány származott, hogy valakinek szép szeme van. De ilyesféle perpatvarról, ami Varga Jurcsa szeme miatt kerekedett, állítom, még a legöregebbek se hallottak. Mert Varga Jurcsát, ha netán nem tudná valaki, virágszeműnek nevezik. Azért, mert gyönyörűséges kék szeme van. Nos, hát ebből lett a hadd de hadd. Mert egy szép napon a karcsusi sakvirág nem átallotta azt mondani. Semmi kétség, Varga Jurcsa szeme olyan, mint én. Ami igaz, igaz, a karcsusi sakvirág igen szép, nem válna senki szeme szégyenére, ha ráhasonlítana. Nem is lett volna baj ebből a kijelentésből, ha nem hallja meg néhány másik virág is. A fürtös gyöngyike fel is csattant mindjárt. Még hogy olyan, mint te, jobb, ha elhallgatsz a sápatag színeddel. Varga Jurcsa szeme épp olyan, mint én. Na lett erre riadalom, zenebona? Rikoltozott a tavaszi csillagvirág, hogy már pedig csak is őtőre kölcsönözte a színét Jurcsa szeme. Az ibolya hasát fogta nevetében. Még hogy azt képzelitek? Hehehehe, és én? Az erdélyi gyöngyköles lelilázta az ibolyát. Nem is kék vagy, lila, mondta dühösen. Ha én lila vagyok, akkor Jurcsa szeme is lila, vegyétek tudomásul. Kiabálta az ibolya. Erre aztán előpattant a búzavirág is. Ti mertek ezen vitatkozni? Nézzetek meg engem! Még szerencse, hogy nem tudtak egymáshoz közelebb menni, mert biztos hajba kaptak volna. Különösen akkor, mikor a közönséges gubóvirág is beleszólt a vitába. Ennek aztán nekiestek mind a hatan. Te mersz közbeszólni, hiszen még a neved is közönséges. Akkora volt a ricsaj, hogy a szundikáló füvek mind felébredtek. Mondhatom nektek, nincs annál csúnyább, mint mikor a virágok veszekednek. Gondolhatjátok, ki tett igazságot. Természetesen Mikka Makka. Éppen arra járt, majdnem mindig arra jár, amerre kell, és felkiáltott. Te úristen, színvak lettem! A virágok elhallgattak. Egyszerre kérdezték. Színvak? Miért? Reggel, amikor erre jártam, mondta Mikka Makka, világosan láttam, hogy ezen a helyen 7 kék virág virít. Persze, mondták a virágok. És? Most meg 7 vöröset látok. Hopp, egymásra néztek a virágok. Hát bizony nem Mikka Makka volt a színvak, hanem ők vörösödtek ki a méregtől. Gyorsan visszakékültek hát, és előadták az ügyet Mikka Makkának. Ó, mondta Mikka Makka, de oktondiak vagytok, ez a legegyszerűbb a világon. Varga Jurcsa szeme hétfőn karcsusi sakvirág, kedden fürtös gyöngyike, szerdán tavaszi csillagvirág, csütörtökön ibolya, pénteken erdei gyöngyköles, szombaton búzavirág, vasárnap meg közönséges gubóvirág. Azért mondta a gubóvirágot vasárnapra, mert titokban azt tetszett neki legjobban. És közben persze, folytatta Mikka Makka, Varga Jurcsa szeme egész héten szebb, mint ti heten együtt véve. Ebben meg is nyugodtak a virágok, és azóta is boldogan kékellenek, virítanak.